Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő megbántott téged a múltban. Lehet, hogy annak idején nem beszélt erről. Nem akarta azt kérni tőled, hogy bocsáss meg neki. Talán túl büszke volt, vagy makacs. De jelen pillanatban elgondolkozik azon, hogy bocsánatot kér tőled, amiatt, amit tett a múltban, vagy hogy megbántott téged a múltban. És ha visszatér, lesz egy hír, akkor hogyan mennek előre az események, milyen változások várhatóak, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a király utal. Lehet, hogy eddig büszke volt, és nem akart bocsánatot kérni. De most látható, hogy elfoglalja a helyét az életben, tudja azt, hogy mit akar, figyeli az eseményeket. Figyel téged is, hiszen itt tükröződik valami. Az egyik képen látható Vénusz bolygó energiája, tehát a te nőiességed, a szépséged, ez az erotikus kisugárzás. A másik felén, itt a képen látható egy édes anya, tehát megvannak az anyai érzelmek is, de mivel itt a halak jegye látható szimbolikusan, az jelenti az álmokat, az álmodozásokat, az elképzeléseket, tehát így az egész nőiesség kisugárzik belőled, az anyai érzelmek is, és a nőiesség is, és így lát téged, mert te ezt tükrözöd számára. Neki még vannak dolgai, amit rendeznie kell, hiszen itt elültet valamit, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy egy új kezdet, és ügyel arra, hogy itt kivirágozzon valami, hogy legyen termés, hogy legyen növekedés. Ez jelentheti az anyagiakat, jelentheti a munkát, de a párkapcsolatot is, hiszen ki akar építeni egy tartós, stabil párkapcsolatot. Ő figyelget téged, de úgy érzi, hogy te benne vagy ebben az arany kalitkában. Ez lehet, hogy még egy párkapcsolatban vagy, vagy az is lehet, hogy a munkahelyen nem érzed jól magad, fogva érzed magad, vagy jelentheti azt is, hogy vannak félelmek, bizonytalanságok, és nem tudsz kilépni ebből az arany kalitkából, holott itt kivirágzik valami, itt van a rózsa, ami szimbolizálja a szeretetet, a szerelmet, és ő itt van a közeledben, holott te ezt észre sem veszed. Amit viszont ő észrevesz, hogy te találkozol valakivel, és megbeszéled úgy a dolgokat, ez lehet egy barátnő, vagy a testvéred, vagy egy kolléganő, de ő tudja azt, hogy mennyire fontos az, hogy itt legyen beszélgetés, és elpanaszolt azt, hogy miért vagy itt ebben az arany kalitkában. Nem csak ez a barátnő, vagy kolléganő, vagy jó ismerős hallgatja meg azt, ami téged most nehezít, a gondjaidat, hiszen beszélhetsz most erről, hanem ő is odafigyel rád, hiszen hamarosan itt lesz egy közelség, keresi veled a kapcsolatot, megérint téged, segít neked, lesz köztetek kommunikáció. Nem csak a gondokról, problémákról van itt szó, hanem a szerelemről is, hiszen itt látható ez a szerelmes pár, a háttérben Ámor, itt Mars és Vénusz bolygó jele, és a képen is látható ez a pár. Mivel ő megbántott téged a múltban, és ő ennek
tudatában van. Itt ez a kártya azt jelenti, hogy bocsánatot kér tőled, hiszen ő ezt megbánta. És itt vannak az értékek. Itt vagyoni dolgokról is szó van, tehát ezt is rendezi a pénzügyi dolgokat, vagy ez kihathat a munkájára, a hivatására is, de ez a kép jelenti szimbolikusan az értékeket, hogy te vagy értékes számára, és lemond a büszkeségéről, itt lehet, hogy még megalázkodik előtted, minden esetre lesz itt bocsánat, mert fél attól, hogy elveszít téged. Miért? Mert te értékes vagy számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.